Holzer Dánielt kérdezem az első nap végén. Ti még nem mentetek R3-assal, és így az elsőre nagyon beletaláltál. Hogy sikerült ez? Én azt gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon sok különbség nincs a Super 1006-os és az R3-as között. Ez valahol ilyen kétharmad úton van igazából az N-es és az A-s kocsi között az R3-as. Nagyon-nagyon jó érzés vele menni, és nagyon-nagyon jó kezelhető az autó. Minek köszönhető, hogy ilyen jó időket mész? Elhiszed a féktávokat, a tempót, vagy hogy érzed? Én azt gondolom, hogy nem megyünk jó időket, én abszolút nem vagyok megelégedve magammal, magunkkal. Talán az első gyorsasági volt az, ahol olyan különbségeket sikerült kialakítani a kategóriában, amit úgy terveztem. Most a nap végére elfáradtam. Talán annak a számlájára írható, hogy mint egy éve nem ültem autóba. Végül is egyébként ez egy jó autó? Nem volt műszaki probléma? Gyakorlatilag műszaki probléma nem hátráltatott minket, volt egy-két kalandos szituáció, ami azért vitte a másodperceket. Hát ezeket ki kell küszöbölni, és holnap bízunk egy jobb folytatásban. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!